bővítette partnerintézményi hálózatát a Tanárképző Központ. 23-an nyerték el a címet. 2300 kötetes könyvtár és zeneszoba. Fontos a tehetséggondozás. Tengerről álmodtam. Felsősöknek hirdett rajzpályázatot a Zlatko és Vesna Trica alapítvány. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják február 19-én pénteken. Tartsanak velünk! Tengerről álmodtam címmel hirdett rajzpályázatot felső tagozatos diákok részére a Zlatko és Vesna Trica alapítvány. A felhívást Pécs valamennyi általános iskolájához eljutatták. A pályázatra április 8-áig kell elkészíteni és beküldeni a rajzokat. A Zlatko és Vesna Trica alapítvány méltóképpen szeretné megünnepelni a Pécset született festő Zlatko Trica születésének 100. évfordulóját idén. A cél, hogy minél szélesebb körben megismertessék a pécsi általános iskolás gyerekekkel a művész életútját, alkotói pályáját. Az alapítvány gyermekrajzpályázatot hirdetett a felső tagozatos diákok részére, Tengerről álmodtam címmel. Hát nagyon értékes diákat készítettünk elő, több mint 20 diákot szeretnénk tárgyutalomban részesíteni, a legjobb 20 diákot mindenképp, illetve van egy meglepetésünk, Zlatko Trica úrnak tárban, ez az Isztrián van egy gyönyörű szép alkotóháza, és ott minden évben már egyébként részt vesznek pécsi alkotók, és festenek, és ezeket a gyerekeket, akik a legjobb 4-5-be kerülnek majd a zsűri ítéletei alapján, ezeket szeretnénk egy hétre levinni ebbe az alkotóházba, és ott festhetnek, rajzolhatnak, egymással lehetnek, barátkozhatnak a horvát hasonlótársaikkal, mert Horvátországban szintén meghirdettük ezt a kis versenyünket. A pénteki sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényre az iskolák képzőművészettel foglalkozó pedagógusait is várták. A pályázatra április 8-áig kell elkészíteni és beküldeni a rajzokat. Nyilván egy rajztanárnak kell szelektálni a rajzpályázatok közül. Én Pécsen ugye 20 éve tanítok a nevelési központban, az én édesapám is pécsi festőművész volt, tehát számomra ez a rajzpályázat természetes volt, hogy csatlakozunk, és hát a gyerekekkel készülünk a szokásos módnál, egy kicsit talán intenzívebben. A Zlatko és Vesna Trica alapítványt Szamoborváros és Pécs közgyűlése, valamint Jászmina Jugó Trica a művész özvegye 2006-ban hozta létre fiatal horvát és magyar képzőművészek tevékenységének felkarolása, szakmai továbbképzések biztosítása, tudományos konferenciák és tanácskozások megszervezése, valamint Zlatko Trica akadémiai festő művészi hagyatékának megóvása, ápolása, népszerűsítése érdekében. Magyar Ápolók napi ünnepséget tartottak a MESZK Baranya megyei területi szervezeténél. Az országgyűlés 2014-ben február 19-ét a Magyar Ápolók napjának nyilvánította. Kossuth Zsuzsa az ápolás szakma megteremtőjének emlékére ünneplik minden évben a magyar ápolókat. Ahogy országszerte, Pécsett is kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő teljesítménynyújtó dolgozóknak. A PTE Klinikai Központ Árpádházi Szent Erzsébet emlékoklevelei, a MESZK Baranya megyei területi szervezet, a Magyar Ápolási Egyesület oklevelei is átadásra kerültek. Az ünnepséget követően szakmai továbbképzést tartottak. A városrészben lakók véleményét is megkérdezik az új kertvárosi rendelőintézet létrehozása előtt. Csizi Péter, a terület országgyűlési képviselője szerint európai uniós források felhasználásával épülhet meg a Pécs legnagyobb városrészét kiszolgáló egészségügyi komplexum, írja Pécs Ma. Egyre több beteg jelzi, bizony problémát jelent az, hogy egy egyszerű vérvételért vagy diagnosztikai vizsgálatért havonta akár több alkalommal is busszal, adott esetben átszállással a Lánc vagy a Veresenre utcába kell utaznia, ahol időnként ráadásul sokat is kell várnia. A kertvárosi rendelőintézet megépítésének ötlete nem új, azonban most itt a lehetőség, hogy rövid időn belül egy modern, korszerű, minden igényt kielégítő létesítmény álljon rendelkezésre a területen élők egészségügyi ellátása érdekében. Két kreatív alkotótér jött létre tehetséggondozás céljából az Apolló Kulturális Egyesület működtetésében. Egyik a Keresztény Bélára emlékező kreatív zeneszoba, másik a Vörös Sándor könyvtár és kreatív alkotótér, melyet ünnepélyes keretek között adtak át a Pécsi Kulturális Központban pénteken.
Ebben a könyvtárban jelenleg mintegy 2300 kötet található a polcokon. Még a Minerva könyvtár bezárását követően került ide a könyvek egy része, amelyek gondos gazdára találtak a Pécsi Kulturális Központban. A könyvtárat a 2001 óta működő Pécsi Apolló Kulturális Egyesület Vörös Sándor költőről nevezte el. A másik rész pedig, amiből létrejött, azok... Volt egy társadalmi mobilitás programban egy olyan pályázat, amelyben lehetett forrást teremteni arra, hogy a könyvtárnak egy eszközfejlesztése megtörténhessen. Tehát ez volt a másik jelentős támogatás. Egyéni felajánlások, ami szintén ezt lehetővé tette, illetőleg a Emberi Erőforrások Minisztériumának van a független színházi kerete, és abból a működési pénzből tudtunk elcsoportosítani még olyan munkálatokra, hogy ez a könyvtár létrejöhessen. A könyvtáron kívül kreatív alkotóteret, illetve zeneszobát alakítottak ki, amelyet Keresztény Béláról, a Pécsi Szélkiáltó Együttes 2014-ben elhunyt tagjáról neveztek el. A kezdeményezéseket 3,5 millióval támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az átadó ünnepségen a kulturális intézményrendszer és a civil kulturális egyesületek közötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozta Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár. Szerinte az intézményrendszer nem tud minden réteget elérni. A civil kulturális szervezetek azonban olyanokat is megszólítanak, akik korábban nem foglalkoztak minőségi kultúrával. Független előadó művészeti szervezetek számára a minősítéssel rendelkező és a minősítéssel nem rendelkező színházi tevékenységet folytató szervezetek számára külön pályázati forrást működtet a Kulturális Államtitkárság. Az idei évben is közel 1 milliárd 300 millió forintot fogunk megpályáztatni arra a célra, hogy egyébként a kiemelt vagy nemzeti besorolással nem rendelkező színházi műhelyek is részesülhessenek állami támogatásban, és az Apolló Kulturális Egyesület 15 éves tevékenységével éppen ez a beavató színház, független színházi műhely tevékenységen keresztül nyilván ebben a körben állami finanszírozásban tud részesülni. A kulturális alkotóterek és a könyvtár a tehetséggondozás segítik. Ezt csak fokozza a könyvtárban található elektronikus állomány, amely Wi-Fi-n keresztül 300 előadás film megtekintését teszi lehetővé a diákok és a betérők számára. Pótolhatatlan veszteség érte a fókuszcsoportot és a hazai fotós életet. Elment a fókusz megalapítója, közölte a csoport közösségi oldalán. Lajos László 1937-ben született Pécsen. Jogi végzettséget szerzett, dolgozott a Városi Tanácsnál, majd antik és műtárgykereskedő lett. A Mecseki Fotóklubnak 1959-től volt tagja, a Magyar Fotóművészek Szövetségének 1975-től. 1977-ben a Mecseki Fotóklubban belül alakította meg a jelenleg is aktív fókuszcsoportot, mellyel számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt. Utolsó bemutatkozása a tavaly decemberi Pécs arcai című tárlaton volt a Pécsi Galériában. Készült a fókuszcsoport 2017-es 40 éves jubileumi kiállítására, amely a csoport reménye szerint az ő emlékére fog majd megszületni. 79 éves volt. Jubilál a Pollak Expo 10. éve tölti meg építő, villamosipari, gépészeti, környezetvédelmi és informatikai cégek a Pécsi Expo Center kiállító tereit és konferencia termeit a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának meghívására. A rendezvény életre hívásával a kari vezetésnek az volt a célja, hogy az elméleti ismeretek mellé hallgatói gyakorlat ismereteket szerezhessenek. A jubileumi Pollak Expo továbbra is várja a régió diákjait, építkező vagy korszerűsítést tervező lakosait, építészeit, mérnökeit, kamarai tagjait és a műszaki újdonságokra kíváncsi érdeklődőket február 25-én és 26-án a Pécsi Expo Centerben. A kiállítás és a szekcióelőadások az elmúlt évekhez hasonlóan ingyen látogathatók. További információ a www.pollakexpo.hu oldalon találhatók. Vendégünk a stúdióban Bauman Mihály, a Pécsi Műszaki és Informatikai Kar tanszékvezetője, gépészmérnök. Jó napot kívánok! Jövő héten megint Pollak Expo 25-én és 26-án. Egy kicsit harangozzuk be ezt az eseményt, mivel várják az érdeklődőket, hol lesz egyáltalán, mire számíthatnak az emberek. Én is köszönöm szépen a bemutatást, köszöntöm a nézőket.
A Pollák Expo most már sokadik alkalommal kerül megrendezésre, és ez a Pollák Expo azért érdekes elsősorban a szakmai közönség részére, mert itt, ha számokkal akarok érvelni, akkor körülbelül 100 kiállítónk van, 80 szakmai előadás hangzik el a két nap során, és reményeink szerint az előző évekhez hasonlóan több ezer látogatóval, elsősorban szakmai látogatóval számolhatunk. Pécset az Expo Centerben találtunk akkor a területet, ahol ezt a 100 kiállítót el tudjuk helyezni. Tehát az Expo Centerben várjuk jövő héten csütörtökön és pénteken a szakmai érdeklődőket. Elsősorban a épületgépészet, a villamos energetika, villamos szabályozások, informatika területéről, de az építőmérnökök is nagy számban jelen szoktak lenni ezen a rendezvényen. Ez akkor ön, mint főszervező úgy látja, hogy ez egy szigorúan szakmai esemény, vagy azért most csak így gondolva a legújabb eseményekre itt az országban, a csókra gondolok, tehát hogy várhatóan például a lakásépítések megugranak majd, tehát akár laikusok is végig mehetnek ezen a kiállításon, kérdezhetnek, nézelődhetnek, és hát nekik is érdekes lehet? Nekik is érdekes lehet. Természetesen azért hangsúlyozom, hogy mi a szakmának szánjuk ezt, tehát itt a szakma alatt értem nem csak a hallgatóinkat, akik még tanulják a szakmát, hanem azokat a szakmai látogatókat, akik űzik az ipart. Volt hallgatóink, nagy számmal látogatnak bennünket, tehát gyakorló mérnökök. És hát azért elsősorban szakmai kiállítás, mert fajsúlyos szakmai előadások színezik ezt a rendezvényt. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy olyannak lakosság részére, aki érdeklődik, netán éppen építkezni fog, az ő számára is érdekes lehet, hisz a kiállításon egy nagyon széles szegmense szerepel azoknak a termékeknek, szerepelnek azok a cégek, akik képviselik ezeket a termékeket, tehát első kézből lehet itt információkhoz jutni. Ön szerint szakmai szempontból mi a legérdekesebb, mi lesz a legérdekesebb ezen a két napon, illetve mi az, ami kicsit laikusabbaknak is élvezetes lehet? Hát szakmai szempontból én azt gondolom, hogy nem tudunk túlságosan nagy újdonságot mutatni, hisz a szakma folyamatosan fejlődik, a szakmában folyamatosan jelennek meg újdonságok. Ettől függetlenül manapság az épületenergetika az, ami nagyon gyakran fókuszban van. Én azt gondolom, hogy azok a szakmai előadások, ami a mostani januári rendeletváltozásokhoz kötődő jogszabályi értelmezések, ez változatlan sok embert fog vonzani, szakembereket, akik ezen a területen dolgoznak. Tudok néhány cégről, ahol szakmai érdekességek is egészen biztosan megjelennek. Természetesen nem ez a kiállítás az, ahova célzottan a nagy cégek a meglepetéseket hozzák, arra a nagy nemzetközi szakmai kiállítások szolgálnak, de a legfrissebb termékek fognak megjelenni, és ahogy említettem is, széles a választék. De azért, hogy látványos legyen például az idei kiállításnak, egészen biztosan egy szép, érdekes színfoltja lesz az, hogy a pécsi cégként megjelenik az a cég, aki elektromos kerékpároknak, a pécsi egyrészt a kerékpáros hálózatnak a kiépítésével, a rendszernek a kiépítésével akar foglalkozni, és itt a kiállításon is egy olyan standjuk lesz, ahol egy dokkoló egység kerékpárokkal, kipróbálható kerékpárokkal, a terület eléggé nagy, tehát azt gondolom, hogy kerékpárokkal, elektromos rollerekkel, egyebekkel lehet közlekedni, ki lehet próbálni őket. Ez mindenképpen érdekes, és most az idei érdekességünk még az, eddig itt, ezen a helyszínen nem mutatkoztak be a diákjaink. A diákjaink különböző TDK munkákkal és olyan feladatokkal, amelyekkel különböző versenyekre készítettek, ezekkel szerepelnek, és ezt a nagy közönség számára is szeretnénk demonstrálni, hogy igen, zajlik az élet a karon, sok mindennel foglalkozunk, sok érdekes dologgal foglalkozunk.
Ha már diákok, és egy kicsit elszakadva a Pollack Expótól, de maradva a szakmánál, ön hogy látja itt Baranyában a gépészmérnökök milyen helyzetben vannak, milyen a megítélésük, milyen helyeken tudnak elhelyezkedni, tehát mennyire biztos ez a szakma, mennyire biztos a jövője itt helyben? Én 20 évvel ezelőtt tapasztaltam először Németországban, és egy picit értetlenül néztem azt a folyamatot, hogy komoly gondot jelent a cégeknek, hogy hol találnak megfelelő szakembert, szakember hiány van. Ez mára rossz szóval begyűrözött hozzánk is, köszönhetően egyrészt annak, hogy ezek a külföldi érdeklődések változatlanul elég intenzívek, tehát ezen a szakterületen is sok példát lehet mondani, ahol külföldön helyezkedik el, akár ideiglenesen, akár hosszabb távon valaki. És ez igazából azt eredményezte mára, hogy nagy a kereslet itt a környékünkön is, Magyarországon is, tehát egy komoly űr van, amit igyekszünk mi is valamilyen módon egy picit pótolni. Szerencsére a jelentkezőknek a száma, és én azt remélem, hogy a hallgatóink minősége is olyan, hogy igen, ez segítséget jelent a cégeknek. De tipikus az, hogy a cégek igyekeznek már a végzés előtt megkötni a hallgatókat esetleg ösztöndíjakkal, mert látják azt, hogy hosszabb távon embert szerezni eléggé nehéz. Ez a fiataloknak lehet egy jó végszó, hogyha valamerre el akarnak indulni, tovább tanulni, milyen irányban érdemes, és hát hogyha kíváncsiak a szakmára is, testközelből, gyakorlatban látogassanak ki a Pollack Expóra 25-én és 26-án. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Bővítette partner intézményi hálózatát a Pécsi Tudományegyetem tanárképző központja. Újabb intézményekkel, szervezetekkel kötöttek együttműködési megállapodást. A 2015. decemberében meghirdetett pályázatra jelentkezők közül 23 civil szervezet alapítvány tanoda nyerte el a PTE partner intézményi címet az osztatlan tanárképzés közösségi pedagógiai gyakorlatában való együttműködésre. A szervezetek széles választási lehetőséget nyújtanak a tanárjelölt hallgatók számára, hogy hol és milyen tevékenységben segítsék a civil szervezet munkáját. Az egyetemnek ilyen típusú szerződése, együttműködése ilyen feladatra eddig még nem volt. A közösségi pedagógiai gyakorlat partnerszervezetei számára pénteken délelőtt találkozót és címátadó ünnepséget rendeztek a PTE tanárképző központjában. Fontos, mert ugye a hallgatóknak is hangsúlyoznám, hogy a közösségi pedagógiai gyakorlatnak a teljesítése, ez valami más történet, ugye vannak partnereink, ahol az iskolai gyakorlatra vannak partneriskoláink, közösségi szervezetek, vagy a civil szervezetekkel ezeket a közösségi gyakorlatokat szeretnénk hasonló módon működtetni, és hasonló választékot kínálni a hallgatóknak, tehát sok mindent lehetne, de azt gondolom, hogy ezek a civil szervezetek vállalták azt a felelősséget, és ez elhangzott a mai rendezvényünk során. Elég hangsúlyosan, hogy vállalják azt a felelősséget, hogy olyan feladatot kapnak a hallgatók, amik valóban tehát társadalmilag értékesek, és a hallgatókat felkészítik a jövőbeli munkájuknak egy részére. Híradók végén főbb témáink egy-egy mondatban. Bővítette partnerintézményi hálózatát a tanárképző központ. 23-an nyerték el a címet. 2300 kötetes könyvtár és zeneszoba. Fontos a tehetséggondozás. Tengerről álmodtam. Felsősöknek hirdett rajzpályázatot a Zlatko és Vesna Prica alapítvány. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!